Talán igen, talán nem, talán lent, vagy talán fenn, talán balra, talán jobbra, talán sikló, talán kobra, talán alul, talán felül, talán ledől, talán felül, talán szertelen, talán gondtalan, talán kedvtelen, talán hontalan, talán eső, talán jég, talán mostan, talán rég, talán ölel, talán tapos, talán kerek, talán lapos, talán eltűnik hirtelen, talán azonnal itt terem, talán megvesz, talán elad, talán harcol, talán felad, talán nappal, talán éjjel, talán lustán, talán kéjjel, talán hűsít, talán éget, talán üvöl, talán véget, talán egymaga járja táncát, talán fátyol a rejti ráncát, talán barok, talán tonet, talán rondó, talán szonet, talán kávéra kezdi a napot, talán nyitva felejti a csapot, talán észak, talán dél, talán bátor, talán fél, talán barna, talán szőke, talán csóró, talán tőke, talán von. Talán Roy és talán Ádám. Szervusztok! Zoli, sziasztok! Nekem valaki azt mondta még a délután folyamán, hogy ez egy szomorú nóta, vagy olyan melankólikus, és aztán többször meghallgattam, és engem mindig jó kedvre derített. Most lehet, hogy bennem van a hiba. Bennem van a hiba? Szerintem se szomorú egyébként. Hát jó, nem egy vidám dal, de inkább ilyen... De kedves, tehát hogy egy ilyen... Vicces, meg elgondolkodható, meg... Bájos. Igazából szerintem a szövegből érzik ezt, hogy kicsit talán egy szomorkásabb dalról beszélünk, mert ugye a ritmus olyan, hogy mi is itt táncolgattunk, amíg hallgathattuk, viszont ez a talán, ami folyamatosan előkerül, ugye, és hát ezt mondani kell férfiaktól ezt hallani, senki nem szereti. A ti olvasatotokban mit jelent ez a szó? Aki a szövegét írta, illetve a verset írta, talán címversetű Kis Péter egy színházi ember, és egy picit idősebb generáció tagja, és szerintem az ő olvasatában onnan jön egy icipici depresszív dolog, vagy hajlam, vagy érzet. De ugye párosult egy picit egy ilyen gyorsabb zenével, ami le tud lassulni a szövegtől, vagy van egy ilyen, és nekem is mondták egyébként pont ezt valaki, hogy neki ez egy olyan szomorú dal, de mondta, hogy aztán másnap meg valahogy más hangulatot keltett benne, de a lényeg az, hogy valamit hozzon ki, aki hallgatja, vagy valami érzelmet. Talán azért lett szomorú, mert hogy ez egy picit a megöregedésről is szól. Nem? Megöregedtünk. Hát ti nem. Imi. Ti, hogy tudtatok volna. De nem, mert ugye benne van, hogy ez a talán. Tehát, hogy fiatalkorunkban nem mondunk talánt. Akkor minden igen, meg minden nem. Így van, fiatalkorban sokkal gyorsabban dönt az ember, hogy most hívom a taxit, 5 perc múlva ne hívjam, kérek egy sört, még egyet. Ez egy bizonyos kor után már lelassult. Tehát akkor jobban elmorfondírozik az ember, hogy bizonyos mindennapos döntésekben, hogy cselekszel, vagy hogy döntesz. Biztos, hogy van benne egy ilyesmi, ez biztos. De igazából nekünk viszont olyan szempontból újdonság, hogy ilyen prózai dalt meg nem nagyon csináltunk. Vagy hát nem tudom, hogy mondjam. Ezért mondtam Ádámnak, amikor átküldte nekem, ezt még előtt is küldte, tehát egy jó párat, azok is tetszettek, de és akkor pár héttel később, hogy de még van egy dal, ami lemaradt, és akkor ezt átküldte, és mondom, ez tök jó, ezt azonnal csináljuk meg. Mert annyira nyilván most tőlünk olyan ilyen zúzda, még mit tudom, ilyen akusztikusabb jellegű számokat, meg nem tudom, milyen érzelmesebb számokat várna. De ez most egy rendhagyó dal, hogy legyen már egy ilyen dal is. Tehát, hogy ez egy érzelmes dal, nem fogunk erre ráállni, csak ilyen prózai dalokat fogunk csinálni. Ez most így megszülte magát, meg ő kiválasztott minket, ez a dal, nem is mi őt. És szerintem tökre működik. Tehát, hogy az emberek reakciói látom, hogy nagyon klasszul működik. Bár megosztó is valahol piszt a dal, tehát nem, aki mondjuk ilyen erősen nem rajongók, meg több éve követnek minket, lehet, hogy most nem kapják azt az úzdát, meg azt a, mit tudom én, rock and rollt, vagy valamit, amit szoktak, de
ez most picit máshol szól, most hagyd legyen egy ilyen. Dombok. Nagyon jó ez a dal, nekem azonnal ott volt a fülemben, és még folyamatosan ez megy, miközben beszélgetünk, ugye. Meséljetek egy kicsit a klipről, nagyon ismerős benne a helyszín, üldögéltek egy padon, és hát ezen a Talán dolgon gondolkodtok. Kivel dolgoztatok együtt, és hol forgattatok? Hát a mi általában menedzserünkkel, ő szokta Lost Sticky Pictures, Kis Áron szokta csinálni a klipjeinket. Én a mai napig ciki, de nem tudom, hogy a Calvin tér mellett, én nem is tudom, hogy melyik téren forgatok a klipet, talán a Mixed tér. Most így beszélgetünk, a Calvin tér között, valahol ott a könyvtár előtt a padokon. De ennek nagyon jól áll egyébként ez az egyszerű klip. Tehát ennek a dalnak, hogy így hárman ültök, mint mondhatnánk verebek a dróton, de... Szerintem mondja Báda. Hát, szerintem a cél is ez volt, hogy nem érdemes túlbonyolítani ezt a videóklipet, vagy ennek a dalnak a klipjét, mert azért az akusztikus hangvétel, az tőlünk azért nem áll annyira távol. Tehát mi utcazenéltünk is róla 20 éve, vagy most már 30, nem 20, annyira működik. Szóval, de nem is az utcazenélésről szól maga az egész, de hogy igen, tehát hogy túlzott vizualitás szerintem általában az így el szokta vinni néha jó irányba, néha rossz irányba, szerintem nem pontosan ez volt a cél, hogy megmaradjon a dal, mi is benne vagyunk, de igazából ez egy olyan dal, amit tényleg itt, most ha lenne egy gitár, akkor itt nyugodtan énekelhetünk a rólyan ketten, úgyhogy igen. Hát ugye minimálisabb a zene, annál jobban lehet figyelni a szövegre. A karantén időszaknak is köszönhető, hogy megszületett ez a dal. Mi mindenen dolgoztatok még az elmúlt pár hónapban? Mit lehet tudni? Hát végre elkezdtünk újra próbálni. Végre? Volt azért egy-egy próba, de most az utóbbi hetekben kezdtünk el, hogy jobban, és nagyon, nagyon jó ötletek jöttek elő, úgyhogy hát lesz lemez is egyelőre. Szerintem ilyen dologba gondolkodunk egyelőre. Ez akár lehet egy ilyen új lemeznek is a előfutára ez a dal, vagy nem tudom. De mondom, egyelőre inkább dalok álljanak össze, és akkor lesz 10-12 dal, akkor már lehet lemezt csinálni. És aztán, hogy ilyen prózai lesz, vagy nem tudom, milyen lesz, nem valószínű. Ez most szerintem egy ilyen dal, ami ilyen lett. És várjuk a reakciókat. De egyelőre nagyon klasszak a reakciók. Nagyon igen. Szeretjük mi is. Köszönjük szépen. Legyen az összes ilyen jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.